Hétköznapok, a Hitrádió interaktív világnézeti műsora. Aktuális társadalmi, közéleti és spirituális kérdésekre keressük a választ a Hit gyülekezete lelkészeivel és szakértő vendégeinkkel. Hétköznapok, keresztény szempontok, értékrend, világnézet, érvek és ellenérvek. Hétköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 órától itt a Hitrádióban. Hitköznapok. A Hitrádiót és a műsorvezetőt, Pásztor Tamást halljátok itt a Hitköznapokban, és kedves vendégem virtuálisan Tóth Géza, a Győri gyülekezet pásztora, a Hit gyülekezete lelkésze. Szervusz Géza! Szervusz Tamás, köszöntelek, és a kedves hallgatókat is. Mai témánk, amit célul tűztünk ki, nagyon izgalmas és izgalommal várom, a beszédben rejlő erő. Ahogy ez a téma feljött, azon elkezdtem gondolkodni rajta, és a 8-as Zsoltár jutott eszembe, amikor ugye az Istenhez való hasonlóságunk, azonosságunkat feszegeti a Zsoltáros, hogy ugye kevéssel lettünk kisebbé az Istennél, és minden tisztességgel és dicsőséggel megkoronázott minket. Az Úr szólt, és lett világosság, szólt, és meglett. Hogyha ő ilyen, akkor nagyon izgatja a fantáziámat, hogy vajon bennünk is benne van ez a teremtő erő? Hát valamilyen szinten benne van természetesen az emberi beszédben is, sokkal-sokkal korlátozottabb módon, mint ahogy benne van Istenbe. De valószínűleg a ártatlanságnak a korában azért nagyobb erő volt az emberi beszédben, illetve jobban közvetítette az emberi beszéd azt a valóságot, amit jelöl, és el tudom képzelni, hogy Ádámmal és Évával még a bűnbeesés előtt, tehát nekik lehettek ilyen tapasztalataik, hogy ha nem is olyan mértékben és olyan módon, hogy a nem létezőt a szavaik által létezővé tették, de minden esetre a létezőknek az alakításában abban biztos, hogy nagy szerepet játszott a beszédük. De ugye ezt a fajta képességét Isten, illetve az Isten képességet az emberben kénytelen volt Isten a bűnbeesés után fagyasztani. Most gondoljunk bele abba, hogy a romlott ember, ha ilyen képességekkel rendelkezne, hogy teremtő erő lenne a beszédében, akkor milyen káosz lenne az egész világban, hiszen a rosszat mondaná ki az ember, és a rosszat is létre tudná hozni a beszéde által, ugyanolyan hatékonyan, mint ahogy annak idején Isten a jót létrehozta a beszéde által. A Róma levél 8-as részében olvasunk arról, hogy a teremtett ige, a teremtett világ az nyög, az alatt, az iga alatt, amit Isten helyezett rá a teremtő világra, és ez a fajta zabla vagy iga, ami a teremtő világnak a kreativitását is lefogja, ez minden bizonnyal az emberi beszédre is hatott, tehát sokkal korlátozottabb módon tudja az ember a beszéde által a szándékait megvalósítani és elérni. De ettől függetlenül is a beszédben óriási nagy hatalom, óriási nagy erő van, tehát ez kétségtelen, de a bűnbeesés miatt egyszerűen nem is lehetséges, hogy most az emberi beszéd ilyen alkotó képességgel rendelkezzen, mint amilyennel rendelkezik Istennek a beszéde, mert akkor óriási nagy káosz lenne a világban. Ugye mégis most a szó teremtő erejéről beszélgetünk, tehát egyszer láttam egy illusztrációt, ahol két ember csatározása, vagy két nép csatározása nem harci eszközökkel, kardokkal történt, hanem a szájából kijövő, hát ilyen atombombákkal. Tehát mégis van valami erő ebben, illetve hát sorsformáló tud lenni az ember életében a beszéde. Hogy kell ezt értenünk? Ez egyértelmű. Tehát ahhoz mérten, amilyen mértékben Isten rendelkezik ezzel a képességgel, ahhoz mérten az ember csak nagyon csekélyen rendelkezik ilyen képességekkel, de ettől függetlenül az emberi mértékhez képest mégis valóban sorsformáló ereje van a beszédnek. Hát pont a példabeszédek mondja azt, hogy
mind az életnek, mind pedig a halálnak a hatalma az a nyelvben van, és ki, amint szeretne vele élni, úgy eszi ennek a gyümölcsét. Tehát valóban a beszédben sorsformáló erő van, és amire utalsz, az például 12. Zsoltárban is szerepel, hogy az emberek azt gondolják, hogy mivel a nyelvük velük van, ki lehetne úr felettük. Tehát valóban a beszéddel, a kommunikációval az emberek nem csak kifejezik saját magukat, hanem nagyon sok esetben arra használják, hogy felülkerekedjenek az embertársaikon, és érvényesítsék az embertársaikkal szemben is akár a saját szándékukat és akaratukat, tehát ez a szópárbaj kifejezés is tulajdonképpen erre utal, ez személyek között is elképzelhető, meg hát tulajdonképpen a nemzetek között is, tehát a kommunikáció, nagyon sok esetben a propaganda, az mind-mind azt a célt szolgálja, hogy az emberek a beszédükkel érvényesítsék egy személynek, vagy akár egy közösségnek a szándékait és az akaratát. Tehát valóban az életnek és a halálnak a hatalma van az embernek a szájában, és minden beszédben nagy erő van, míg az erőtlen beszédekben is nagy erő van, mert tulajdonképpen az erőtlenség is egy erőnek a befolyásaként jön létre az embernek az életébe, az egy legyőzöttség. Tehát még hogyha az ember erőtlenül beszél, akkor is nagy erőt képvisel, mert arra használja az erejét, hogy erőtlenné váljon. Tehát nagyon oda kell figyelni ezért arra, hogy az ember mit mond ki a száján, és itt nem csak a szavaknak a tartalmáról van szó, hanem a szavaknak a belső töltetéről, mert különböző emberek ki tudják mondani ugyanazokat a szavakat, de teljesen más eredményt érnek el vele, teljesen más a hatásuk, az emberekre gyakorolt hatásuk. Tehát nem csak a szavakról szól a beszéd, hanem annak a belső tartalmáról. Ugye Jézus mondja azt, hogy a szívnek a belsejéből szól a száj. Tehát tulajdonképpen a szó, a beszéd az az emberi legbelsőbb lénynek a feltárulkozása, megnyilatkozása.